Köszöntöm nézőinket, stúdiónk mai vendége Morvai Anikó, a Hévízi Vállalkozók Egyesületének elnöke, akivel egy kicsit a következő időszak programjairól, terveiről fogunk beszélgetni, hiszen hamarosan itt a pünkösdi hosszú hétvége. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszöntöm én is a nézőket. Előjáróban mit mondhatunk? Egy kicsit beszéljünk arról, most már azért május közepe van, ti vállalkozók, szolgáltatók, hogy látjátok, mennyire köszöntött be a főszezon, alakul-e a főszezon, hogyan látjátok ezt ti? Hát tekintettel arra, hogy az idén nagyon koránra esett húsvét, így a pünkösdöt is vonzotta, tehát koránra estek ezek az időpontok. Itt vagyunk május közepén, és már beköszöntött a pünkösdi időszak, amit mindig nagyon várunk, hiszen ilyenkor fordul általában a Hévíz város látogatottsága. Egyre többen jönnek ilyenkor. Én remélem, hogy ez a hétvége meghozza azt az eredményt, amire mindnyájan várunk. És hát ezért ti is tettetek, mert hogy évek óta csatlakoztok a város programjaihoz, és már pénteken, tehát mondhatjuk, hogy a hosszú hétvége első napján egy programmal készült, a Görög Ibolya protokoll szakértőt hívtátok el hozzánk, nagyon érdekes témában vendéglátósok és a vendégek viselkedéséről, hogyan kéne viselkedni, erről fog beszélgetni. Miért gondoltátok úgy, hogy ez egy fontos téma? Görög Ibolya nagyon hiteles ember, hiszen 12 éven keresztül a miniszterelnöki hivatalnak a protokoll szakértője volt. 7 miniszterrel dolgozott együtt, úgyhogy ő tudja, mi az, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell alkalmazkodni. Ezen kívül ő egyetemi docens. Én nagyon sok előadását megnéztem, mielőtt Ibolyát meghívtuk ide, és azt láttam, hogy kellő humorral, okosan mutatja meg nekünk azt, hogy hogyan illik viselkedni. Speciális előadással készül a hévízieknek, hiszen itt a turizmusra épül minden, tehát mindnyájan vendégfogadók vagyunk, legyen az egy kereskedő, egy vendéglátós vagy egy szobakiadó. Ez a kenyerünk, ezzel foglalkozunk, hogy hogyan tudjuk a vendégeket megfelelő módon fogadni. Ibolya azzal is készül, hogy külföldről is érkeznek hozzánk vendégek. Teljesen más a protokoll egy külföldi országban, mint egy magyar vendégnél. Jó, ha ezt megtanuljuk. Mindig azt gondoljuk, hogy mi ezt magunktól is tudjuk. De sajnos ez nem így igaz, hiszen a vendégeknek a visszajelzéséből azt is látjuk, hogy néha becsúsznak hibák is. Én annak örülnék, hogyha nagyon-nagyon sok vendéglátós, illetve szobakiadó eljönne erre az előadásra, hiszen nekünk szól, kimondottan azért szerveztük, hogy a vállalkozók ebből tanulhassanak. Tehát akkor az a tapasztalat, hogy szükség van ilyen irányú ismeretbővítésre? Én azt hiszem, hogy mindig van szükség ismeretbővítésre. Ez a Hévíz városában megtanultuk évtizedek alatt, hogy hogyan fogadjuk a vendégeket, de mindig újabb helyzetek állnak elő, és ezekre az újabb helyzetekre is fel kell készüljünk. És hát ahogy te is említetted, nem mindegy, hogy például külföldről jött vendégnél mi a szokás, ők mit várnak el tőlünk. Igen, nagyon érdekes tud lenni nálam is az üzletben, hogy hogyan kommunikál egy orosz vendég, hogyan kommunikál egy német vendég, vagy egy magyar. Én azt hiszem, hogy aki ezzel foglalkozik, az észrevette, hogy nagyon nagy különbségek vannak a vendégek között is. És jó lenne tudni pontosan, hogy hogyan illik ezeket az embereket fogadni, és mi az, amit ők elfogadnak a saját népük szokásai szerint, és ha ide érkeznek, őnekik egy kellemes meglepetés, hogy mi ezt már tudjuk. Ugye ez pénteken 17:30 lesz a Városháza dísztermében. Jegyeket lehet-e még vásárolni? Igen, hogyan lehet jegyeket vásárolni? Lehet, támogatói jegyeket lehet igényelni. 3 helyen a városban, az egyik a Lépéspont üzlet a főutcán, a másik a Budmil márka volt a Kölcsei utca végén, illetve a Farmervárban, az Erzsébet királyi utcában. Az online felületeinken, illetve a magán a plakáton mindig szerepel, hogy hol lehet ezeket a jegyeket, illetve a helyszínen az előadás kezdete előtt is lehet jegyet igényelni. Ugye ez lesz most pénteken, és szombaton pedig mondhatjuk, hogy már a hagyományos pünkösdi programoké lesz a főszerep, hiszen 4. alkalommal ti is csatlakoztok a városban szervezett programokhoz a szuperhős játék, szuperhős kihívással, de aki esetleg még nem találkozott ezzel, mondjuk el, hogy miről is szól ez. Hát szerintem ez az egyesületnek az egyik legkedveltebb programja. 12 vállalkozó csatlakozott ehhez a programhoz, illetve az egyik ebből a Turinform iroda is csatlakozott hozzá. Mi nagyon szeretjük, mert akkora lélek van a gyerekekben, és akkor öröm. Én azt hiszem, hogy minden gyereknek öröm az, amikor a szülő megfogja a kezét, és akkor azt mondja, hogy na most akkor végigcsináljuk együtt ezt az egész programot, és a végén nem az a lényeg, hogy mit kapnak érte, viszont nagyon sok ajándékunk is lesz egy-két főnyereményünk, és külön sorsolunk is.
A program úgy néz ki, hogy 12 állomáshelyet állítunk. Ha ebből 5-öt teljesíti a család, vagy a kis közösség, akik jönnek, akkor már kapnak egy nagyon kis szép oklevelet, és én minap nagyon megdöbbenve tapasztaltam, az egyik családnál jártam, és ki volt rakva a gyereknek minden éves programunkról. Akkor ők biztos idén is ott lesznek. Igen, és én azt érzem, hogy ezt szeretik a gyerekek, és amikor már 8 helyet teljesített valaki, akkor viszont már a nagyobb főnyeremény sorsoláson is részt fog venni. Ha 12-t, akkor meg nagyon megdicsérjük, mert az nagyon nagy terület, amit be kell járni. Én mindenkit buzdítok arra, hogy menjenek ki akár Egregyre is, vagy a távolabbi helyekre, hiszen a jó időben egy jó séta a családnak együtt, az mindig jót tehet, és az egóbusz is jár. Azzal is ki lehet jutni oda azokra a részekre. Néhány példát mondhatunk, hogy milyen feladatok lesznek, ha esetleg valaki készülne otthon? Hát lehet készülni. Lesznek képkirakók, lesz kvízjáték, amin hévízről kell egy-két dolgot tudni. Aztán lesznek olyan ügyességi labdajátékok, amiben majd az apukák jeleskedhetnek. Lesz olyan játék, ahol répa bowling lesz, tehát az is egy kicsit ilyen kis humoros játék. Verset is kell faragni, úgyhogy készüljenek a tollakkal, hogy jó kis verseket faragjanak az egyik állomásunkon, úgyhogy sokféle activity is lesz a gyerekeknek, gyerek activity, tehát széles lesz a skála. Hát magán a menetleveleken fel vannak tüntetve, hogy milyen játékok lesznek, és ezeket a menetleveleket el fogjuk juttatni a hévízi és a környékbeli általános iskolákba, hiszen nem csak a hévízi gyerekeket várjuk és a vendégek gyerekeit, hanem a környékbeli városokból is várjuk nagy szeretettel. Hány órára és hova érkezzen, aki ezen szeretne részt venni? Az érkezés az teljesen ad hoc, bármelyik ponton fel tudja venni a játékot, tehát nincs sorrendje a pontoknak, mindenki úgy veszi fel, viszont 12-ig a piac térre érkezők addig tudják csak a játékot a piac téren kezdeni, a többiek azok mind este 6-ig lesznek rendelkezésre, de a piac tér az mivel bezár a dél folyamán, úgyhogy az csak ilyen rövidebb időre. És hát ugye ott lesznek még a többi városi program, tehát biztos, hogy mindenki megtalálja majd a számításait ezen a hétvégén. És hogyha kicsit távolabb tekintünk a mostani hosszú hétvégétől, vannak-e már terveitek, vannak-e olyan hagyományos, megszokott programok, amik majd idén is visszatérnek, mit terveztek? Hát az idén van egy nagyon jó közösségépítő tervünk, ugyanis az egyik egyesületi tagunk jóvoltából kaptunk egy irodahelyiséget, és ennek nagyon örülünk, hiszen már még professzionálisabban tudjuk folytatni a munkát, és hát már rengeteg mindenünk összegyűlt ezek alatt az évek alatt, ahol amiket tárolnunk is kell. Ezeket a dolgokat ebben az irodában el tudjuk helyezni, és szeretnénk egy irodanyitót csinálni magának a kis egyesületi közösségnek, mert ideig mindig csak másoknak csináltunk. Ez lesz az első, amikor magunknak csinálunk. Nektek is kell egy kis szórakozás. És úgy érzem, hogy ez egy jó kis este lesz. Utána hát folytatjuk azt, amit megszoktak tőlünk, a Vidd tovább a fényt, ez Szent Iván éjszakáján szokott lenni. Hasonló műsorral jövünk, mint idáig, úgyhogy mi arra is majd mindenkit szeretettel várunk. Hát remélem, hogy előtte pár szóban tudok majd róla beszélni itt a tévében is. Igen, annak a részleteiről akkor majd egy másik alkalommal, a lényeg a most hétvége, tehát pénteken este 17:30 már a Görög Ibolyára várjátok a vendégeket, másnap pedig szuperhősök születhetnek. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm a meghívást. És hát mindenkit sok szeretettel várnak természetesen a szervezők. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!